Mai témánk az óvodai érettség lesz, azaz mi az az ajánlott szint, tehát itt most nem kritériumokról beszélek, amelyet teljesítenie kell a gyereknek óvodába lépéshez, hanem tulajdonképpen egy olyan ajánlott szint, amelynek elérésével a gyermek sokkal könnyebben veszi az akadályokat az óvodában, sokkal könnyebben be tud illeszkedni. Tehát mik azok a dolgok, amelyeket érdemes előre megalapozni a gyermeknél, mire óvodába mennének ősszel. Hát mindenek előtt ugye az a téma, amely sokakat érdekel, a szobatisztaság kérdése. Szobatisztasággal kapcsolatban azt azért előjáróban szeretném elmondani, hogy ennek törvényi előírása nincs, hogy a szobatisztaságot, mint feltételt az óvoda vezetők megszabhatnák a szülők számára, viszont mindenképpen érdemes és nagyon ajánlott ezt elérni a gyermeknél, hiszen számtalan kellemetlenséget, nehézséget nem csak a gyerek számára tudunk megspórolni, hanem saját magunk számára is. Tehát mindenképpen fontos az, hogy a szobatisztaságot kialakítsuk a gyermeknél. Tulajdonképpen a legfontosabb dolog az az, ugye, azt tudni kell, az óvodában ilyen kisméretű gyerekvécék vannak használatban, ami azt jelenti, ja, és nincsen bili, és nincsen pelenka. Tehát azt azért fontos tudni, hogy az óvoda az már nem bölcsöde. Az már egy magasabb szint, amelyet a gyermeknek meg kell ugrania, tehát itt már nem az van, itt a gyerek a óvónőknél sem személyi, sem tárgyi feltételek nem adottak az óvodában ahhoz, hogy a gyereket tisztába rakják, vagy hogy megkérjük arra például, hogy hát csak a délutáni alváshoz adjanak rá pelenkát, mert hogy ilyenkor rendszeresen beszokott pisilni. Ezt a kérésünket valószínűleg el fogják utasítani. Mind a mellett viszont nyilván és értelemszerűen előfordulhatnak balesetek, hogy a gyermek bepisil, hogy a gyermek bekakil, és akkor ilyenkor ugye mi történik? Egyértelmű az, hogy a dadusnéni vagy az óvónéni segít a gyermeknek átöltözni. Ilyenkor egyébként nagyon hasznos, hogyha van a zsákban, sőt mindenképpen fontos, hogy legyen a zsákban mindig alkalomról alkalomra tiszta, száraz pótbugyi, amelyet a gyermekre rá tudnak adni abban az esetben, hogyha probléma jelentkezne, illetve hát, hogyha bepisílt vagy bekakilt. Miért fontos az, hogy a vécét szoktassuk meg a gyerekkel, nem a bili mellett, tehát az, hogy a bilit használja otthon, az semmi probléma, de mindemellett viszont a vécét is, a szűkítővel ellátott otthoni vécét is ismerje meg, szokja meg, ne féljen tőle, mert hiszen ez egy sor olyan tevékenységet feltételez, amelyek elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogyha óvodába kerül, akkor ne érjen meglepetésként az, hogyha neki el kell mennie például pisilni vagy kakilni, akkor önállóan le tudja húzni a kis nadrágját, bugyikáját, rá tud ülni a vécére, el tudja végezni a dolgát, ki tudja törölni a popsiját, illetve le tudja húzni a vécét, és tudja azt, hogy vécézés után mindig szappannal alaposan kezet kell mosni. Na most, hogyha volt már egyébként olyan, én már találkoztam olyan esettel, amikor a dadusnéni egyszerűen azt mondta, hogy ő nem hajlandó kitörölni, mondjuk kakilás után a gyereknek a fenekét, hát ezt semmiképpen nem szabad hagyni, hogy ez így megtörténjen, mert tudnunk kell azt, tehát hogy a gyermek kiscsoportos korban, illetve sokszor még középső csoportban is problémát jelent számára az, hogy fiziológiailag nem elég érett ahhoz, hogy önállóan, normálisan, alaposan ki tudja törölni a fenekét, úgyhogy mondjuk ne maradjon tiszta kaki a feneke délutánra, amikor megy haza. Úgyhogy ezt elhihetjük, hogy ilyen esetben, tehát kis csoportos korban,
hogyha a gyermek elmegy kakilni, akkor utána a popsi törlésben segítséget nyújtanak neki a dadusnénik vagy az óvónénik, mikor ki, aki közelebb van. Tehát ez nagyon fontos dolog, emiatt nem kell megijedni. Egyébként mindemellett, az előbbiek mellett érdemes, ha mondjuk rendszeressé vált a gyermeknek a székelése, a széklet ürítése, akkor érdemes, hogyha tudjuk úgy beállítani a napi rendet, illetve az óvodába érkezést, hogy ha lehetséges, ugye általában reggeli órákban szokott megjönni a széklete az embereknek, erre szerintem lehet számítani a gyerekeknél is, nekem ez a tapasztalatom, tehát hogy ha egy mód van rá, természetesen csak akkor, ha egy mód van rá, akkor ha rendszeres a gyermeknek a székletürítése, akkor érdemes ezeket, tehát ezt a programot óvodába indulás előtt elintézni, mert itt sok kellemetlenséget megelőzhetünk ezzel. Természetesen, mint ahogy mondtam, előfordulhatnak balesetek, kisebb-nagyobb balesetek a gyerekeknél, ilyenkor a felnőttek, dadusnéni, óvónéni természetesen segítenek a gyerekeknek lecserélni a bugyikát, illetve, hogyha szükség esetén ki kell mosakodni a mennybe, hogy mit tudom, bekakilt, akkor ki kell mosakodni ebből a szennyeződésből. Ez nagyon fontos egyébként, hogy ezt a dolgot diszkréten kell, hogy megoldják a dadusnénik, illetve az óvónénik, mert mai napig is emlékszem rá, hogy amikor én óvodás voltam, járt a csoportunkba egy kisfiú, aki rendszeresen bekakilt. Na most ilyenkor a dadus néni szépen hozta a zománcozott lovort, letette a csoport közepére, és ott mindenki szeme láttára kimosta a kisfiúnak a popsiját. Hát nem lettem volna a helyében, az egyszer biztos. Tehát mindenképpen fontos, hogy a gyereknek megőrizzük azt az intimitását, illetve diszkréten kezeljék a felnőttek az ilyen kisebb-nagyobb baleseteket, hogy a gyerek ne érezze magát megszégyenülve, és ha mi ezt szülőként sérelmezzük, hogy esetleg a gyerekünkkel ilyen problémák történtek, vagy így kezelték a problémájukat, akkor azt nyugodtan tegyük szóvá. Nagyon fontos még, hogy, ja igen, tehát, hogy nincsen bili, nincsen pelenka az óvodában, tehát csak és kizárólag WC használat van, és az óvónénik napirend szerint meglehetősen gyakran beszokták építeni a napi rendbe a mosdó használatot a gyerekeknél, és akkor ilyenkor elmondják azt általában étkezés előtt, és akkor egyszerre mondják azt, hogy pisiljél, mossál kezed, stb. Amikor kimennek az udvarra, azelőtt is például nagyon fontos, hogy mindig elmenjen pisilni a gyerek. Utána, amikor feljönnek, értelemszerűen ebéd előtt pisilés, kézmosás, tehát úgy a napirendben ez rutinszerűen be van építve, úgyhogy ettől nem kell félnünk, a gyermek el van küldve, rendszeresen el van küldve óvodában, WC-re, úgyhogy én azt gondolom, hogy emiatt nem kell izgulni. Szobatisztasággal kapcsolatban szeretném korábbi videóimat is ajánlani a figyelmükbe, amely a Gyermeksziget csatornán található Szobatisztaság cím alatt. Hogyha a lejátszási listákra rákattintanak, akkor a Szobatisztaság alatt ezeket megtalálják. Ezek közül is kiemelten a Szobatisztaság játékos megalapozása című videómat, amely, ha még esetleg nem alakult ki a gyermeknél a szobatisztaság, akkor játékos ötletekkel, megoldásokkal szolgálok ebben a videómban, illetve, hogyha netán szorongással küzd a gyermeke, és ez okozza a problémát, a nehézséget a szobatisztaság kialakításában, akkor a klotyomanó és egyéb szörnyűségek helyett
című videómat tudnám ajánlani önöknek. És most akkor lássuk a többi ajánlott szintet is, a többi dolgot, területet, melyeken érdemes egy ajánlott szintet elérnie a gyermeknek óvodába lépés idejére. Több helyen megfogalmazzák, hogy az óvodába készülő gyermek képes legyen érthetően kommunikálni, illetve megfogalmazni a gondolatait, a kívánságait, a problémáját, csak hogy ezzel egy probléma van, hogy a gyerekeknek a beszéd fejlődése igen eltérő lehet ebben az életkorban is. Tehát míg az egyik, általában a lányok egyébként korábban érnek, tehát gyorsabban beindul a beszédfejlődésük, a fiúknál általában egy kicsit később szokott ez megtörténni, bár nyilván vannak kivételek, de hát kivétel erősíti a szabályt, de az a lényeg, hogy igen eltérőek lehetnek a gyerekeknek, eltérő lehet a beszédfejlődése, és ezt megfelelő módon kell tudnunk kezelni, nem lehet mindenkitől ugyanazt a szintet elvárni. Az a legfontosabb ebben az egész dologban, tehát hogy óvodába lépésre a gyermek megértse a felé irányuló beszédet, illetve ennek megfelelően adekvátan tudjon erre reagálni. Ha esetleg a gyermeknek a beszéde nem elég fejlett, mert például, csak mondok valamit, hiperaktív. Ugye, hogyha hiperaktív a gyermek, akkor a hiperaktív gyerekeknél általánosságban elmondható az, hogy nehezebben indul be a beszédfejlődés. Egyébként a hiperaktivitásról egy korábbi videómban már beszéltem ebben a vonatkozásban is, hogyha önök érintve vannak ebben a kérdésben, akkor ezt érdemes megnézni. Tehát az a lényeg, hogy megértse a gyermek a hozzá irányuló beszédet, instrukciókat, és ennek megfelelően tudjon adekvátan reagálni. Ha esetleg a gyermek nem szeret, nem mer, nem akar beszélni, akkor ezt például egy családlátogatás folyamán, amikor az óvónénik elmennek meglátogatni a gyerkőcöt, meg a családot, a szülőket, megnézik, hogy hol lakik, mi a kedvenc játéka, stb. Tehát a gyermek egyébként egy otthoni, saját környezetben sokkal bátrabban megnyilatkozik az óvónénik felé, és ez egyfajta bizalmi kapcsolatot eredményez már nekifutásból is a későbbiekben, tehát amikor már tényleges óvodába lépés megtörténik. Úgyhogy én azt mondom, hogy a családlátogatás az rendkívül hasznos lehet, és nagyon-nagyon jó dolog, úgyhogy föltétlenül örüljünk neki, hogyha eljönnek hozzánk meglátogatni a gyermekünket, illetve otthonunkat, minket, az óvónénik. Illetve még annyit tudnék elmondani zárszóként, hogy amennyiben úgy érezzük, hogy a gyermekünk még beszéd szempontjából nem éri el az óvoda érett szintet, és hát, hogy most aztán, mert ő aztán nem nagyon tud érthetően kommunikálni, nem fogják megérteni, nem fogják tudni, vagy nem fogja tudni az óvónéni azt, hogy fél, és azért nem meri mondani, és jó, és azért pisír be, stb. Tehát, hogy ezeket a dolgokat, amelyek a mi gyermekünkkel kapcsolatban fontos információk lehetnek, ezeket is családlátogatáskor, illetve az óvónők felé négy szem közt nagyon szépen el lehet mondani, és előre lehet bocsátani, hogy könnyebb lesz így a gyermekünknek az óvodai életbe való beilleszkedés. És akkor most lássuk a többi területet is az óvodai érettség tekintetében. Másik fontos feltétele az önállóság. Önállóság az öltözködésben, önállóság az étkezés területén. Persze nem kell itt megijedni, itt nem arról van szó, hogy a gyermeket már teljesen magára hagyják, és öltözzél kisfiam egyedül, és egyél egyedül, és mindent csinálj teljesen önállóan, és fűzd be a cipőfűződet egyedül, kösd be, szó sincs róla.
hanem az van, hogy a gyermeket életkorának megfelelő szinten el kell juttatnunk hogy olyan szinten legyen, hogy úgy legalább próbálkozzon azzal, hogy felhúzni a kis nadrágját, a cipőcskéjét, hogy próbálja meg megfogni a kanalat, tehát szokja meg otthon is már, hogy meg tudja fogni szépen szabályosan a kanalat, hogy hogyan kell megenni egy tányér levest, hogy a szalvéta az arra való, hogy megtöröljük utána a szánkat, stb. Stb. Tehát, hogy ezek az alapvető dolgok, ezeket már ismerje meg otthon is. És nem baj, ha még se tesutácska, kicsit ügyetlenke, nagyon sokat fognak segíteni neki a jóságos óvónénik, a jóságos dajkanénik, és biztosak lehetünk benne, hogy nem lesz magára hagyva a gyermekünk, de azért érdemes ezt az önállóságot életkorának megfelelő szinten, amennyire csak tudjuk, megalapozni. Olvasni lehet több helyen, hogy az óvoda érett gyermek vágyjon a gyerektársaságra, igényelje a gyerektársaságot, és szeressen velük együtt játszani, együttműködni, stb. Stb. Mert hát, hogy 3 éves korban már igen, kis csoportban már szerepjáték is kialakul a gyerekeknél, és akkor muszáj, hogy együtt játszanak, stb. Stb. Nem erről van szó. Szó sincsen erről. Mert az a nagy helyzet, hogy ezt tudnunk kell, hogy a 3 éves kis csoportosnál alapvetően felnőtt centrikusság van. Ami azt jelenti, hogy sokkal nagyobb bizalommal fordul a felnőttek felé, mint a kortársai felé. És ez csak későbbiekben vált át a kortársai felé való érdeklődésre. De hogyha, ugye még eleinte felnőtt centrikus a gyermek, sokkal szívesebben szeret oda menni az óvónénihez, ott ölbéli játékokat játszani vele, és akkor csak vele foglalkozni, babusgatja az óvónéni, és ő ezt szereti, és erre vágyik. Egy 3 éves óvodába menő gyermekre még ez sokkal inkább jellemző, mint az, hogy kifejezetten a kortársai felé érdeklődik, és akkor vágyja a gyerektársaságot, az majd egy kicsit később fog megtörténni, nyilván meg fog történni, de első körben a beszoktatós óvodásokra a felnőtt centrikusság jellemző. Az sem véletlen egyébként, hogy a játék, hogy hogyan játszik a gyermek, hogyha ezt végig gondoljuk, ugye eleinte egyedül játszik, utána külön játszik, tehát vannak gyerektársak a közelében, de mégis elkülönülten játszik tőlük, és hozzáteszem, kis csoportban még nem a szerepjáték a jellemző, hanem sokkal inkább a gyakorlójáték, illetve van, hogy megpróbálkoznak a konstruálással, építkéttéssel, stb. De alapvetően a gyakorlójáték, hogy tologatja a kis autóját, a babakocsiját, hogy ismerkedik a tárgyakkal, az anyagokkal, tehát ez a jellemző kis csoportban. Tehát ugye először beszéltem róla, hogy egyedüljátszás, azután következik a különjátszás, azután pedig a párhuzamos szemlélődés, na itt már felkelti az érdeklődését a másik gyerek is, a másik gyerekek is felkeltik az érdeklődését, és figyeli, hogy mit csinálnak, és akkor azután jön a közeledő kapcsolódó játék, azaz már néha, hogy közelebb kerül hozzá, próbál egy-egy szót szól hozzá a többiekhez, belefolyik az ő játékába, és akkor itt fokozatosan, és nagyon fokozatosan jut el arra az együttjátszás szintjére, amelyen már a kis csoport végére kerül el a gyermek. Tehát végül is ezeket a szakaszokat, ezt tudnunk kell, hogy ezt a gyermeknek kiscsoportosként végig kell járnia, nem várhatjuk el tőle rögtön óvodába lépéskor, hogy már pedig igényelje a gyerekcsoportot, a gyerektársaságot, és hogy akkor hogy mindenkivel bratyizzon, és akkor együttműködjenek, meg együtt játszanak. Egyáltalán van aki ilyen?
de nem mindenki. És ezt kell figyelembe vennünk, és tudnunk kell azt, hogy ha a mi gyerekünk éppen nem ilyen, mert sokkal zárkózottabb, csöndes, stb., akkor ezt nyilván mi is megértéssel kezeljük, és biztosak lehetünk benne, hogy az óvodában is megértéssel fogják kezelni, és hogy ez egy fokozatos folyamat, ahová el kell jutni a gyermeknek az együttjátszás szintjére, úgyhogy ne ijedjünk meg attól, ha a gyermekünk még annyira nem érdeklődik a kortársai felé, és egy kicsit idegenkedve figyeli a többieket, meg fog nyílni, biztosak lehetünk benne, mert hogyha jól érzi magát, előbb-utóbb már pedig beszokik az óvodába, és akkor jól fogja magát ott érezni, akkor egyre nyíltabb, nyitottabb lesz a kortársai felé is. Van, hogy megfogalmazzák, hogy az az óvoda ér egy gyermek, aki képes arra, hogy könnyen elváljon az anyukájától reggel, például, amikor óvodába megy. Na most ez a történet, ez korán sem ilyen egyszerű. Persze, ideális esetben ez történik, de azért azt nem szabad elfelejtenünk, hogy míg vannak olyan gyerekek, akik családból jönnek, és az anyukájának a folyamatos jelenlétét szokta meg idáig, és akkor most jön egy változás, hogy na most aztán vadidegen emberek, vadidegen óvónénik, felnőttek és gyerekek veszik körül, és ezt neki meg kell szoknia, nyilván, hogy ettől megijed, elkezd sírni, hiszen ez a gyermek számára egy trauma. Akárhogy is nézzük. És ezt a traumát, ezt megértéssel kell kezelni, és olyan nincs, hogy csak az az óvoda ér egy gyermek, aki képes a könnymentes elválásra. Szó sincs róla. Mert, mint mondtam, vannak olyan gyerekek, akik családból érkeztek, és vannak olyan gyerekek, akik például bölcsödéből. Nekik már egy ilyen jellegű tapasztalatuk van, úgyhogy ő nem, valószínűleg nem fog attól megijedni, hogy bekerül egy másik közösségbe, újabb pedagógus vagy felnőtt közelébe, hanem egyszerűen tudomásul veszi, hogy na most akkor egy újabb változás. De az a gyermek, aki valószínűleg azért sír, mert rendkívül szoros az anya-gyermek kapcsolat, és mély érzelmi kapcsolat van az anyuka és a gyerek között, ez nagyon jó, és ezzel nincs is semmi probléma, hogyha ez az elválás, ez egy kicsit nehezebb, és senki nem fog ferde szemmel nézni arra a síró, rívó kis csoportosra, na hát, hogy még mindig sír, és hát miért sír, amikor úgy is tudja meg, hogy elmondtuk, hogy vissza fogunk jönni, stb. Nem. Nem, ezt megértéssel kell kezelni, ez mondom a gyermek számára általában nagyon sok esetben egy trauma, úgyhogy egyáltalán nem arról szól a fáma, hogy már pedig az az óvoda ér egy gyermek, aki képes a könnymentes elválásra. Egyáltalán nem. Tulajdonképpen az, hogy a gyermek könnyebben tudjon elválni az édesanyjától, ezt ilyen vagy olyan praktikákkal egyébként meg lehet könnyíteni a gyermeknek. Én nálam volt egy olyan bevett praktika, hogy fogtam a telefonomat, és akkor úgy csináltam, mintha beszélnék az annak a síró, rívó kisgyereknek az anyukájával, és akkor elmondtam azt, hogy hát most beszél, és akkor eljátszottam, hogy én beszélek éppen az ő anyukájával, és hát, hogy hát egy kicsit szomorú, mondjuk a Pistike, de hát ugye nagyon fogsz sietni, de biztos, hogy nagyon fogsz majd sietni? Jó, és akkor mondjuk, mit tudom, vagy ebéd után, vagy alvás után, de akkor rögtön meg fogsz majd érkezni? Biztos? Igen. És akkor ezt, ha a gyermek látja, ő megnyugszik attól, hogy az óvónéni beszélt az ő anyukájával, és elhiszi azt, hogy beszélt az ő anyukájával, és az anyukája azt mondta, hogy nagyon hamar ott lesz, amikorra ő megígérte. És akkor ezáltal egy újabb bizonyosságot szerez, biztonságot szerez arra vonatkozóan a gyermek, hogy igen, a kimondott szó kötelez, hiszen nem csak neki ígérte meg az anyukája, de még az óvónéninek is, és biztos lehetek benne,
hogy igen, meg fog érkezni ekkor és ekkor, vagy uzsonna után, vagy ebéd után, kinél hogy, miként alakul ki. Na most ez a beszoktatás, a könnyes beszoktatás, az az első hónapokban szinte törvényszerű, tehát nem szabad ettől megijedni, és nehogy arra gondoljunk, hogy a mi gyerekünk nem óvoda érett azért, mert hogy sír ré, amikor óvodába kell mennie, nem, hanem ez a beszoktatási folyamat, ez ezzel jár, és észre fogjuk venni, hogy egyre kevesebb lesz a sírás, mert egyre több élményt szerez az óvodában, egyre több barátot szerez, egyre több mindenre emlékszik vissza szívesen. Amikor legközelebb megy az óvodába, akkor mi szeretné folytatni a Kristófkával mondjuk az autózást, amit már tegnap elkezdte, vagy bármilyen más tevékenységet. Tehát a gyerek is vágyik már, eljut majd arra a szintre, hogy szeretne menni az óvodába, és valóban egyre nagyobb az esélye annak, hogy az elválás könnyűmentes lesz. Ehhez azonban nagyon sok türelem kell, ezt az óvónénik is tudják, és önöknek is kell tudniuk, hogy ettől nem kell megijedni. Könnyűmentes, örömteli beszoktatást kívánok! Zárszóként szeretném elmondani, hogy amennyiben még nem tették meg, akkor iratkozzanak fel erre a csatornára, mert ezen a csatornán lesz még számtalan nem csak óvodaérettséggel, de iskolaérettséggel kapcsolatos, gyermekneveléssel kapcsolatos szaktanácsadás is, illetve fejlesztő játékok sorát mutatom be ezen a csatornán keresztül, a gyerekekkel játszom, tehát mindenképpen érdemes és hasznos lehet feliratkozni, ha még nem tették meg, tegyék meg, és várom önöket is legközelebb szeretettel a következő videómmal.